Hát sziasztok, sziasztok, üdvözöllek benneteket, újra üdvözöllek benneteket. Hát az a helyzet, hogy eljöttem hozzátok most egy ilyen kis egyszerű, nagyon szegény ételt fogok készíteni, amit mikor én is a párommal összekerültünk, akkor csinált nagyon sokat, tehát az a nem, hogy verebet fogok készíteni. Na jó, csak vicceltem, nem fogok az eresz alá menni verebeket vadászni, hogy verebet főzök, ez az olaszoknak a stílusa. A miénk cinke, az a neve, hogy cinke. Úgy, vagy dödölevének is mondják, hát mit tudom én, olyan nagyon borzasztó dolog nem fog hozzá kell. Ezt a szalonnát, ezt azért hoztam ki, csak így dísznek egyébként, nem dísznek egyébként. Lehet beletenni egy kis füstölt szalonnát is majd kockázni, de én nem fogok beletenni, mert én nem nagyon szeretem. Nos, hát az alapanyagja nagyjából így néz ki. Ilyen ökölnyi nagyságú három szem krumplit fogok, és egy ilyen jó tyúk tojási nagyságú vörös hagymát fogok. És lépésről fogom mutatni, hogy hogy készítem. Tehát az a dolog, hogy eztet hivatásszerűen liszttel szokták készíteni. Csak megmondom őszintén, én nem. Én nem liszttel fogom készíteni, hanem búzadarával. Egyébként tulajdonképpen a búzadara és a liszt egy és ugyanaz, csak ez finomra van őrölve, nyilvánvalóan tudjátok, a búzadara az meg a kicsit durvábbra hagyott. Mert a lisztnek van egy olyan csirízes íze, amit én nem igazán kedvelek, de hivatásszerűen azt kéne, de én azért mutatom, hogy én így szoktam készíteni. Mindjárt jövök hozzá, meghámozom a krumplit és mutatom tovább. Meghámozom ezt a három szem krumplit, egyébként azért, hogy nagyon vékonyan hámozzuk, nem pocsékoljuk el a krumplit, és készítek ennyi adagot, hogyha majd többen vagyunk, ugye nyilvánvalóan ezeket az adagot lehet ugye duplázni. Egyne. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon sokan elkészíthetetek ezt az ételt, és lehet sülte, pecsenyével is lehet fogyasztani, hát ugye, aki hogy szereti. De én most nem fogok semmit hozzá készíteni, hanem csak hagymát fogok pirítani a tetejére. És így fogjuk. Tehát három szem krumpli, egy vörös hagyma. Ez mindenhol van a háznál. Gyorsba el lehet készíteni úgy vacsorára, vagy mit tudom én, egy délutáni uzsira, vagy valamire. Hát igaz, ez a krumpli is van benne, amelyik olyan, az egy kicsit nem olyan, de hát ugye a krumpli nincs ablak, hogy meg tudják nézni a közepét, hogy milyen. A háborúban is biztos sokan készítették ezt az ételt, mert ez egy nagyon egyszerű, de egyéb kalóriailag meg elmondanám azt nektek, hogy eléggé jó. A krumpli ugye, meg a búzadara, azon eleve jó szénhidrátot tartalmaz, amely nem szalad ki belőlünk úgy, mint egy egyszerű lebbesteles, vagy bármilyen ételt. Nos, hát én itt leghámoztam itt a krumplit, három jó ökölnyit, és akkor itt a csapnám, most ezt meg fogom itt mozdatni. És akkor egy kis vizet rá. Na most jön egy olyan művelet, hogy nagyon finom, apró kockákra fogom ezt a krumplit összeaprítani. Mert majd a sózásnál, ugye, annyit fogunk beletenni, amit úgy nagyjából érzékelünk bele. Tehát nagyon, az a lényege, hogy nagyon apró legyen a krumpli. Tehát ezeket is még elnyolcadulom szinte, hogy ilyen kis pici kis aprók legyenek. Na most ezt nem fogom végig mutatni, ezt a krumpli aprítást, hanem összeaprítom, és akkor utána jövök mindjárt a hagymával. Hát ez egy kicsit eltelik az idővel a darabolással. És annyit szeretnék még mondani, hogy ezzel az étele 500 forintból el tudjátok készíteni. Ugye a krumpli, egy fél kiló krumpli kell hozzá, egy fej vörös hagyma,
szinte olaj az általában van otthon, vagy hogyha zsír van, avval is lehet készíteni. Nagyon kiadós, jó kalóriás ételt lehet készíteni, alapjával véve ahhoz képest. Nos, hát itt van ezt a daraboltam ilyen formátumban ezeket a krumplikat, ezt még egyszer itt egy kicsit a csapnál megmosom még egyszer. Oda teszem a kezem azért, hogy ne próbáljon le menni róla. Így egy kicsit így megmorzsgáljuk egy kicsikét így. Szintén leöntöm a vizet róla. A fekkettő mellére kicsit folyó, de hát az már. Egyébként a szűrőt alkalmaznák, akkor még ez se történt volna meg. Újra vizet. Töltök rá, így. Na most nem lesz már dolgunk, akkor majd ezt a hagymát majd utólagosan majd össze fogom aprítani. Mindjárt ezt fel fogom készíteni. Van itt egy ilyen lábasunk. Így ebbe fogom majd beletenni, és nagyon fontos, hogy annyi vizet teszünk hozzá, hogy éppen ezt a, nem tudom, hogy mennyi ez a krumplinak a mennyisége, 3 darab, tehát éppen, hogy ellepje vízzel. Most felteszem ide a tűzhelyre, és beletöltöm, és mindjárt fogom látni, hogy mennyi ez az annyi. Kicsit tapad a krumplinek a széle, egy ilyen kis olyan, hogy fel van sodorva, és nehezen jön ki belőle egy kicsit, mert ez egy ilyen keverő tál, most igaz, ezt használom. Így. Most akkor mindjárt itt a vizet megmutatom, hogy körülbelül mennyi vizet teszünk hozzá, hogy épp, hogy ellepje. Tehát ez éppen, hogy így körülbelül ellep. És felteszem főni. Alá gyújtjuk önök a tűzhelyre, és körülbelül a sóval úgy fogunk majd bánni, már most, hogy nem fogom a levét kiönteni, mert fel fogom használni, tehát ez tulajdonképpen kell. Tehát úgy vigyázunk a sózásra, meg rászámolunk egy kicsit-két a buzadarára, így egy ilyen csipetnyi, 2 csipetnyit teszünk bele egyelőre. Majd későbbek, hogyha véletlenül még kell, majd akkor majd teszünk bele. Nos, hát akkor még ez így elkészül. Tehát így fő, én összeaprítom most a vörös hagymát. Nagyon decinnyi olajat töltök ebbe bele, így ebbe az edénybe. Tehát még az se kellene, hogyha szalonnát tennék bele, összekockáznánk apróra, és külön kisadta tetejére, azt is ugye hagymával majd fogom. Na most összeaprítom ezt a hagymát, és akkor felteszem, megpirítom, mert tulajdonképpen ez fog majd a tetejére kerülni a ételünknek. Összefogom ezeket kockázni ezt a hagymát. Most összeaprítottam így szépen így kockákra ezt a vörös hagymát. És lassú üzemanyag fogok pirítani. Begyújtsuk a tűzhelyet. Egyébként nagyon hamar el lehet készíteni ezt az ételt. Már úgy látom, hogy szépen kezel is már fölmelegedni. Jövök már egy fakanalat.
szuperül megpirult, most egy kicsit félre fogom húzni, de azért, hogy a patikát megvédjön benne. Ezt már nem is zárjuk, hogy tudom, hogy nincs szükség rá. Már úgy látom, hogy a krumplink is egyébként nagyon hamar egy ilyen jó teásnyit patikát adunk neki. Előbb keresem itt, hogy most megtalálom a bolt, hogy akkor bónusz lesz. Hát ez egy kicsit necces lesz megtalálni. Szeretem itt a borsot, előkapartam, megtaláltam itt többen a széjjelségben. Hát adunk neki valamennyit, így egy van mokkásnyit. Így, ennyi elég. Össze fogom ezt játszani, majd egy kicsit majd, hogyha majd ez elkészült, egy kicsit majd ennek megint alágyújtok, és egy kicsit megmelegítem majd. Ez egyébként olaj, ez nem fog megfagyni, mint ő. Hát egyébként zsírral is lehet készíteni ugyanúgy. Tehát ki hogy szereti, úgyhogy csináltam egy ilyen kis öntetes masszát. Tehát ez fog majd a tetejére kerülni a cinkénknek. Úgy látom, hogy ez is már eléggé jó állatban van. Nos. Hát úgy látom már, hogy ezzel eléggé meg is főtt, egy kicsit így félrehúzom ezt, és akkor egy ilyen krumplitörővel nem teljes mértékben, úgy hivatalszerűen úgy kellene meg mixelni, meg minden. Én egy kicsit így nagyjázom. Csak így nagyjából töröm meg, mert Rita néni úgy szereti, hogy egy kicsit darabot venni a krumpli. De megmondom őszintén, én is. Így. Ennyi az egész. Csak szinte átemeltem, tehát ne törtem meg teljes mértékben, de úgy eléggé látjátok, hogy van benne még egy-két darabok, így. Kicsit úgy. Ennyi az egész. Én még töltöttem hozzá egy jó deci vizet, mert azért nagyon sűrű ne legyen, kellett hozzá csak egy sópróbát. Ó, gyerekek, ez pont jó. Milyen jó lehet, só meg a krumpli már eleve nem lehet rossz. Nos, annyi az egész, hogy ezt visszahelyezem ide a tűzhelyre. Egy kicsit adunk neki egy kis petrót. Így, és akkor elkészítettem hozzá. Körülbelül egy jó, hát ez egy jó fél decinyitő, valamennyivel több a búzadarát. És akkor ez mindjárt, ha felpöttyen, akkor mindjárt egy kicsit, és akkor ezt óvatosan kevergetés mellett fogom bele kavarni. Tehát azért mondom tulajdonképpen, hogy nem lisztet teszek bele, mert eléggé csilízes ízt ad neki, és én ezt így szeretem, hogy így fogom készíteni. És akkor egy kicsit már látjátok, már egy kicsit itt, hogy pöttyen. Ugye? Na most akkor így lassan ezzel a vízzel, így és már lassú kevergetéssel fogom, ami nem fog csirízes lenni, csirízes ízű lenni, nem kell megijedni az állagától, mert a búzadara föl fogja ezt szívni, és akkor megvárjuk, hogy fölpöttyenjen egy kicsikét, és nem sokára jövök vissza a tálalással, és megkóstoljuk, hogy milyen lett a cinke, ami 500 forintból akár elkészíthető is. Na most gyerekek, ennek az a lelke, hogy ez állandó, folytonos kavarás igényel, hogy bene csomósodjon. Tehát addig még el nem készül. Úgy látom, a show íze az eléggé volt bele. Látjátok, már kezd így el megöregedni úgy, ahogy olyan mértékben, mint amennyire pontosan kell. Így az. Ez nem csomók benne, hanem a krumpli darabok, úgyhogy nem kell tőle egyből elírdanni. Így. Nagyon szuper étel lesz. Na, drága gyermekeim, ez úgy látom, hogy ez el is készült. Így ezek a darabok benne, a krumpli darabok, tehát nem a csomó, hanem ezt félre is húzom.
és már is jövök a tálalással vissza. Sos hagymás témával. Így úgy kell, hogy ezt a zajját a tányérnak így kidekoráljuk vele, és aztán tesszük hozzá az ételt, így. Az most nem számít, mert úgyis meg fogom locsolni a tetejét ezzel. És mindjárt kihívjuk itt a nénit, hogy ha itt hol van, mert most nem tudom, lehet vagy kint van, vagy elmentek valahová. Tehát egy ilyen. Így néz ki ez az egész. Na most jön, hogy a tetejét is ezzel. Tehát, hogyha még úgy gondoljátok, hogy van, aki kis füstölt szalonnát kockázik ebbe bele, hát ez már mindenkinek a maga szíve joga. Én nem tettem bele, én most ezt egy nagyon olcsóbbul hoztam így ki. Most ennek így ez a lényege, hogy így a tetejét egy kicsit megint így, mert tehát az alját is, a tetejét is így meg jó bőven ezzel a jó hagymás olajjal. Meglocsoljuk. Így. Nos, hát körülbelül ez így néz ki. Hát készítjétek el, ajánlom nektek. Nagyon finom és nagyon olcsó étel. És még ráadásul, hát lehet, hogy be is fog jönni szerintem nektek ez. Ha nem, akkor nem. Nos, sziasztok, sziasztok! Millió puszi ölelés, legyetek szerencsések! Tünk ezzel a minőségi ellenőrzése. Te már kijöttél? Na, kóstoljuk, hogy milyen lett ez az úgynevezett vereb, mindjárt verebet főztem, illetve cinkét, mindjárt hozzá egy pohár jó csap vizet, mert ehhez ez illik, nem kóla, nem bor, hanem stb. Hanem ez a jó hideg víz hozzá. Nem kóstolni fogom, hanem meg is enni. Mert nekem ez a gyerekkorom egyik kedvenc kajája. Jó étvágyat kívánok! Elég én szalonnát nem készítettem hozzá, nem tettem bele. Nos, gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Áldott szép napot kívánok nektek, millió puszi ölelés, legyetek szerencsések. Gyerekek, ez az étel mindig visszahozza a gyerekkoromat. Készítette nekem az én apám citromos tejával. És ez nagyon-nagyon finom. Hát sziasztok, sziasztok!